Köszöntöm nézőinket! Február 15-ig kell az önkormányzatoknak benyújtania az adott év költségvetését. Bonyhádváros önkormányzata már elfogadta az ez évre szóló költségvetést, így hát vendégünk Filóni Ferenci Baja polgármesterasszony, akit köszöntök a stúdióba. Én is köszöntöm Önöket. Polgármesterasszony, kellett-e valami más logika szerint összeállítani a költségvetést, lévén veszélyhelyzet van? Igen, valóban veszélyhelyzet van, de hogyha picit visszautolhatok az előző évre, meg az elmúlt évek gyakorlataira, akkor azt mondom, hogy a tervezés az majdnem abban a metódusban folyt, ahogy az elmúlt évek gyakorlata. Az elfogadás az pedig teljesen rendhagyó volt, hiszen a veszélyhelyzetben a kormányrendelet értelmében a polgármester gyakorolja egy személyben a jogokat minden egyes döntésnél. Tehát nem lehet klasszikusan még egy költségvetési rendelet előtt sem bizottsággyűléseket tartani, érdekegyeztető tanácsülést tartani, sok minden más egyeztetést szoktam megelőzni a költségvetési rendelet elfogadását. Én magam mégis úgy gondoltam, hogy hiszen ez a legfontosabb rendelete az évben a városnak, hogy ezt egy személyben ilyen döntést nem lehet meghozni. Egyébként is minden kérdésben folyamatosan konzultálok a képviselőtagokkal és a külső bizottsági tagokkal, mind a humán, mind pedig a gazdasági bizottság külső tagjaival. E-mailen megy ez az értekezés leginkább, rendszeresen, de telefonon is személyesen is rendelkezésre állok mindenkinek, és bárki bármikor véleményt formálhat, javasolhat, kérdezhet, a kérdések válaszolás után pedig javaslatot tesz egy-egy előterjesztésnek az elfogadására, és utána pedig meghozom magát a döntést a kialakult vélemények követően. Mégis ez egy olyan horderejű kérdés, hogy egy beszélgetésre összeült a testület, amit ugye nem hívhatunk hivatalosan testületi ülésnek, de mégis az anyag kiküldését követően néhány nappal azok átolomlózása után lehetősége volt a képviselőtársaimnak egy viszonylag hosszú időn keresztül tanulmányozni a rendelettervezetet és átbeszélni személyesen az ott megfogalmazottakat. Így nem volt semmi akadály annak, hogy február 15-ével ez a rendelet elfogadásra kerüljön. A tervezési része, a maga az az építkezés, ami sok-sok apró kockakőből épül föl valamennyi intézményünk tekintetében, az önkormányzat, illetve a hivatal szempontjából is, az engedélyezett létszámoktól kezdve a rezsiköltségeken át, az ugyanaz a tematika volt, mint amit eddig is jól bevált gyakorlatként folytattunk. Ami egy picit megnehezítette, ugye, hogy a mindenre ugyanúgy a veszélyhelyzetben, ahogy figyelni kell, minden szabályt betartva, távolságtartás és sok minden mást, erre különösen figyelemmel voltunk és tekintettel. De gyakorlatilag az első munkanaptól, az év első munkanapjától dolgoztunk a rendelettervezeten, úgyhogy nem volt semmi akadály annak, hogy ez a költségvetési rendelet elfogadásra kerüljön. De most már annyiszor említettük magát a veszélyhelyzetet, ugye járványhelyzetben vagyunk, hogyha szabad egy egész pici kitérőt tenni, akkor hagyj beszéljek néhány mondatot arról, hogy épp tegnap volt a kormány hivatal szervezésében a járás valamennyi polgármesterének egy értekezlete késő esti órákban, és ott is arról beszéltünk, hogy igazából ebben a járványhelyzetben, ami most már lassan egy éve tart, és senkinek nem egyszerű, sem magánéletében, sem pedig a hivatali működésben sem, hiszen sok mindent másképp kellett megtanulnunk és véghez vinnünk ahhoz, hogy legalább látszatra ugyanúgy működjenek a dolgok, mint ahogy azt azelőtt megszoktuk, hogy ezeket nem tudjuk befolyásolni, nem tudjuk, hogy mikor és mennyi, milyen oltóanyag érkezik az országba. De amiben felelőssége van minden embernek, minden személynek az egyéni felelőssége, hogy mindenképpen regisztráltassa magát az oltásra, jelentkezzen, és amikor pedig behívják, akkor ezt megkapja, az szerintem nagyon fontos. És ezúton is, ha lehet, akkor mindenkit arra kérnék, hogy regisztráljon, aki még nem tette meg, és ha valakinek már itt is gondja van, segítségre van szüksége, az önkormányzat ott van, hívjanak bennünket bátran, és nagyon szívesen segítünk már ebben is, hiszen az a cél, hogy minél többen, minél hamarabb részesüljenek az oltásban, hogy utána újra visszatérhessünk ahhoz az életünkhöz, amit már mindnyájan nagyon várunk, mondom, mind a magánéletünkben, mind pedig a közéletben. Térjünk vissza a költségvetéshez. Mekkora a főösszeg? A főösszeg az megközelíti a 3 milliárd forintot, egészen pontosan 2 milliárd 925 ezer forint.
Ez az elmúlt évekhez képest nagyságrendekkel kevesebb, de ennek konkrétan oka van. Mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy mindennek oka van, ennek is. Ugye túl vagyunk egy olyan cikluson, ami az előző uniós ciklusnak a költségvetését is lezárult az elmúlt esztendőben. Mi magunk is túl vagyunk, elvégeztük azt a munkát, ami az elmúlt 5 évben ránk lótta rengeteg pályázati lehetőség, hiszen befejeztük azokat a nagy projekteket, amelyeket az önkormányzat akár uniós forrásból, akár egyedi kormány döntés alapján, akár hazai forrású pályázatból valósítottunk meg, és ezek lezárultak. Akkor lenne ez a szám egy picit más, hogyha sok minden még áthúzódott volna erre az időszakra, de mi ezt a munkát elvégeztük időben. Ez az a pénzösszeg, amiből a város akkor gazdálkodik, amikor nem nyer nagy pályázatokat, hanem normál menetben kéne gazdálkodni? Valamivel több. Nagyságrendileg azt mondom, hogy egy normál évben, amikor nincsenek ezek a több milliárdos fejlesztések, akkor olyan 2, inkább 2,5 milliárdos főszege volt nagyon sok éven keresztül a városnak. De nyilván ez, hál' Istennek, bizonyos szempontokból nő, hiszen nő a saját bevételünk is, majd erről is szót ejtünk a későbbiekben kifejtve. De ez a 3 milliárd egy picit meghaladja azt a normál összeget. És az is változás az idejében az előzőekhez képest, hogy most az aránya a működési és a fejlesztési százaléknak az most ilyen 77,5-22,5%. Tehát 22,5%-ot tudunk ebből a közel 3 milliárdnyi forrásból fejlesztésekre fordítani. Ez mondjuk az irreálisan magas tavalyi 67%-hoz képest nyilván kevesebb. De én emlékszem még arra az időre, hiszen 98-tól vagyok tagja a Bonyhádi Önkormányzat képviselőtestületének, hogy amikor ilyen 5%-ot elért a fejlesztési forrás, annak már nagyon tudtunk örülni, hiszen a működés az első. Tehát az önkormányzatoknak alapvetően rengeteg törvény által meghatározott kötelező feladata van. Ezeket kell elsősorban elvégezni és ellátni. Biztonsággal most is arra törekedtünk, hogy maga az önkormányzat a kötelezettségeivel együtt, a közös önkormányzati hivatalt és minden olyan intézményt, amit az önkormányzat tart fel, és Bonyhád városának van 7 intézménye, ami önkormányzati fenntartású intézmény, azoknak a működését biztonsággal úgy tervezze meg, hogy ott ne legyen semmilyen probléma az egész év során, tudjanak működni, a bérek rendben legyenek, egy stabil működést tudjunk biztosítani. Ez a kiindulás. És ez a legfontosabb, amit figyelembe kell venni egy költségvetés tervezésénél. És utána jön minden más, hogy mi az, amit szeretnénk. Marad-e szabad forrás arra, hogy fejlesszünk és hogy saját beruházásokat hajtsunk végre? Azért ebből a tekintetben nem állunk olyan rosszul. Ebből a 22,5%-nyi több mint 600 milliós forrásból 310 millió forint a saját erő. Tehát az a város saját maga termelte meg arra a célra, hogy fejlesztésekre tudja fordítani. De hogy egyáltalán ilyen számokról beszélhetünk, és hogy a költségvetés főszege így állt össze, alapvetően az is meghatározza, hogy milyenek az állami támogatások. Ugye az állami támogatások azok, ha jól emlékszem, 2013 óta átálltak a normatív támogatásról a feladat alapú finanszírozásra, és ennek a feladat alapú finanszírozásnak a mértéke arról tényszerű, mint arról lehet beszámolni, az évről évre nő. Ha csak tavalyi évhez viszonyítjuk, akkor ez Bonyhád tekintetében egyrészt megharadja az 1 milliárd forintot, ami állami támogatás jogcímeként érkezik a városba, másrészt ez 10%-kal több, mint tavaly. Összegszerűségében ez 93 millió forint. Még úgy is, hogy egyébként a gépjárműadónak az 52,5 millió forintos bevétele idén nem illeti meg a várost, és hogy szolidaritási adót is fizet a város. Tehát ha ezeket is levonom, még mindig 43 millió pluszban vagyunk, azokkal a forrásokkal, ami a központi költségvetésből jön számunkra. A központi támogatások mellé kell-e a városnak betenni pénzeket mondjuk gyermekétkeztetésben, vagy olyan területekre, ahol van némi kötelezettsége, még ha nem is kötelezően ellátandó feladat? Igen, ez egy nagyon sokrétű és összetett kérdés, de hogy alapvetően először vizsgáljuk meg azt, hogy mitől függ az, hogy mennyi egy állami támogatás egy adott önkormányzatnál. Alapvetően 3 szempont az, ami ezt meghatározza. Egyrészt a lakosság száma,
másrészt az adóerő képessége, hogy mennyi az egyfőre jutó adóerő képesség a településen, és akkor ezek a feladatok, amiket el lehet látni, azoknak a mértéke és azoknak a mutatói határozzák meg azt, hogy mekkora ilyen támogatás érkezik egy-egy településre. Lakosság számba 154 fővel csökkent a város lakossága az elmúlt évhez képest. Ezt lehet vitatni, hogy sok vagy kevés. Nyilván minden egyes fő, aki elhagyja a települést, azt sajnáljuk, viszont nagyon sok fiatal megérkezik hozzánk, ennek viszont örülünk. Ez egy mutató, de ami ennél sokkal beszédesebb mutató, az az adóerőképesség változása. És hogyha megnézzük mondjuk egy néhány évvel ezelőtt, itt 2017-es adat, hogyha a fejemben nagyságrendileg jól emlékszem, 22 ezer forint körül volt az egyfőre jutó adóerőképesség a városban, az 2020-ban meghaladta a 33 ezer forintot. Ez a nagyon rágyú növekedés tette lehetővé azt, hogy az állami finanszírozás is pozitív és egyre inkább nő. És van a harmadik, amit említettél te is. Itt nagyon sokrétű, de egy-egy példát is talán úgy könnyebben megérteni, hogy mitől függ ez. Kell hozzátenni a város saját forrásaiból az intézmények fenntartásához és működéséhez, a kötelező feladatok ellátásához. Egy például a szociális terület. Míg sok-sok kis település az állami finanszírozásból sokszor még évvégén is alig tudja hova tenni azt a plusz forrást és elkölteni a település lakóira. Egy nagyobb települési önkormányzat, mint amilyen Bonyhád is, a szociális ellátásokat gyakorlatilag saját forrásból oldja meg. Az a központi költségvetésből érkező támogatás, ami ezt finanszírozza, az közel sem fedi le a kiadásokat. Gondolok itt egy segélyezési formára, egy Bursa Hungarikára, amivel az egyetemistákat támogatjuk, vagy bármi olyan szociális juttatásra, amit az önkormányzat rendeletében nyújt és biztosít a lakosság számára. Ez nagy részt egy ekkora településen, mint a miénk, már saját forrásból valósítjuk meg. Az iparűzési adó befolyt-e abban a mértékben, amit az eredeti tervekben le volt írva, illetve megrázta-e a költségvetést az iparűzési adóval való nehézség? Igyekszem érthetően válaszolni, mert ugye két évet nézzünk, hiszen a veszélyhelyzet és maga az egész járványhelyzet az tavaly indult. De iparűzési adót mindig az előző évnek a tevékenysége és a gazdasági év eredménye alapján fizetnek a vállalkozások. Ezért a tavalyi, a 2020-as adóbevételeket igazából a járványhelyzet nem befolyásolta, sőt, a rendeletben tervezett iparüzési adóbevételünk mértékénél még egy nagyobb összegű bevételre is tett szert a város. Az idei év az érdekes és izgalmas, hiszen tavaly már járványhelyzet volt, és idén fizetik majd meg a vállalkozások az iparüzési adójukat. Hogy ez mennyivel lesz kevesebb, ezt nyilván igyekeztünk tárgyalni, és ezt meg is tettük mind az adós kollégák, pénzügyes kollégák, az egyes nagy meghatározó cégek munkatársaival, mind én jó magam pedig a cégvezetőkkel közösen, hogy ki milyen évre számít, és hogyan látja a tavalyi számok alakulását. Biztatóak, úgyhogy bízunk benne, hogy ezek így meg is valósulnak, akkor olyan nagyon nagy nagyságrendi adó csökkentéssel nem számolunk. Természetesen óvatosan terveztünk, és azért van a költségvetésben egy 618 millió helyett 590 millió forintos iparüzési adóbevétel csökkenés, tehát ott 28 millióval kevesebbel tervezünk, de bízom benne, hogy ez így pont biztonságos, és talán még több is befolyik majd a kasszába. Ami fontos, ugye egyrészt van február 25-éig, a kis és közepes vállalkozásoknak lehetősége arra, hogy 1%-ot fizessenek csak ilyen adót. Bonyhád 25 ezer lakos alatti település, ezért a magyar kormánytól maradéktalanul megkapjuk ezt a kieső további 1%-ot. Tehát én ezzel a bevétellel ugyanúgy tudok számolni. A kérdés az, hogy egyébként mennyi az a bevétel. Mert hogy ami befolyna, azt mi mind megkapjuk maradéktalanul, ez tény. Hogy mennyi jön be, ez a nagy kérdés, de a tervek alapján úgy tervezünk, hogy ebben az 590 milliós nagyságrendben beérkezhet a költségvetésbe. Azt mondtam műsor elején, hogy a nagy beruházások gyakorlatilag befejeződtek. Új pályázati szakasz meg még nem igazán kezdődött el. Tehát ami beruházás lesz a következő évben, az a város saját beruházása.
Így van, gyakorlatilag az idei évben erről beszélhetünk. Elkezdtük boncolni, hogy hogyan áll össze, és miből adódik a költségvetésnek a forrása. Az állami támogatásokat végigvettük. Meg kell itt jelenteni a saját forrásokat, így azok közül is a legfontosabbat az adóbevételt, és akkor marad az a maradvány is, amivel még azért számolnunk kell, hiszen a tavalyi évről az idejére 315 millió forint plusz forrással, maradvánnyal fordultunk erre az évre, így tudtuk összeállítani, hogy ezekkel a számokkal a költségvetést, és ebből az látszik, hogy 310 millió, gyakorlatilag amit maradványként tavaly kigazdálkodtunk, azt mind fejlesztésre tudjuk fordítani ebben az évben. Ezek a fejlesztések alapvetően olyan jellegű felújítások és beruházások, amelyek a lakosságnak a legnagyobb és legszélesebb körét érinti. Hiszen ha arról beszélünk, hogy járdák, hogy utak, az mindenkinek fontos, hiszen azt használjuk nap, mint nap. Sokszor pályázati lehetőség ezekre külön nincsen. A belügyminisztériumnak van egy pályázata, amit évről évre mi is benyújtunk, és sikeresek is voltunk az elmúlt évben is. Ebből valósul meg majd a Kossuth utcának a belterületi szakasza az idei esztendőben, amire már a közbeszerzés le is zajlott, és tavasszal, ahogy az aszfaltüzemek beindulnak, már el is kezdődik a beruházás. De a rendeletben a Winkler utcának a felújítását is meghatároztuk, ezért az is arra is sorra kül az idei esztendőben, egy teljes útfelújításról beszélek. És az elmúlt években 30 millió forintos nagyságrenddel kerettel szabtuk meg az árkok, a parkolók és a járdák felújítási keretét. Ez az idei esztendőben 40 millió forint, plusz van még egy 5 millió forintos keret az úgynevezett dologi kiadások terhére. Ezt inkább a pénzügyeseink értik elsősorban, de a lényeg az, hogy amikor csak néhány méteres járdaszakasz felújításról beszélünk, azt nem mondhatjuk fejlesztésnek pénzügyi szempontból, viszont költsége van, azok ilyen karbantás címszóval egy másik büdzséből kerülnek az elszámolásra, de a lényeg az, hogy megvalósulnak is a felújítása. Tehát gyakorlatilag összességében 45 millió forintot tudunk idén költeni arra, hogy a járdák, az árkok és a parkoló számok is bővüljenek, illetve megújulhassanak. Említettem a Winkler utcát és a Kossuth Lajos utcát, már megjelent a legújabb BM pályázat, március 12-ig lehet benyújtani, és ezen most dolgozunk, hogy melyik legyen az utca, ami szintén felújításra vár. Valószínű, hogy az elbírálás követően az már a 22-es évre fog áthúzódni. Az intézményi felújítási keret is nagyon fontos, mert az is saját forrás, és az is pályázatunkon kívüli, a saját döntésünk alapján valósul meg. Ez évek óta 30 millió forintos kerettel zajlik, idén is így terveztünk, és ennek is oka van. Egyrészt azért, mert az elmúlt években örömünkre, és hát nyilván nagyon sok munkával, a legtöbb intézményünk meg tudott újulni különböző pályázati forrásokból. Ha csak a sportcentrumot, magát a sportcsarnokot, ami a sportcentrum intézményének a székhelye, említem, vagy említhetnénk a Ficánka óvodát, a művelődési központot, és sok más... magát a sporttelepet, nagyon sok olyan helyszínünk van, intézményi helyszínünk, amelyek megújultak mind belsejében, mind külsejében, az épület teljes tekintetében, különösebb nagy karbantartást, ráfordítást nem igényelnek. Ugyanakkor van a Varázskapu bölcsődés óvodánk, amely 7 tagintézménnyel működik a városban. Ott azért nagyon sok olyan régi épület van, ahol folyamatosan fejlesztésre van szükség. Ezért ennek a 30 millió forintos keretnek a 80%-a, 25 millió forint az erre az intézményre fordítódik. Kimondottan azok a fejlesztések valósulnak meg, amelyek az intézmény vezető javaslatára az ő általa meghatározott prioritási sorrendben, és természetesen a műszaki indokoltságot is figyelembe véve kerülnek felújításra. Mondjak példát, ilyen például a Liget utcai óvodában, illetve a Liget óvodában, a Bolyai utcában a gyermekvizes blokkoknak a megújulása, és sok-sok óvodai csoportban a parkettának és öltözőknek a felújítása. Ami másik nagyon fontos szempont, hogy aki kimaradt most ebből az intézmények tekintetében, az pedig egy újabb pályázatra vár. Erre is mondok egy példát, ott van a városi könyvtárunk, a Solymár Imre Városi Könyvtár, amely saját forrásból és pályázati pénzből az elmúlt években már némi felújításon átesett, kapott egy új tetőszerkezetet és némi nyilázáró csere is történt, de egy klasszikusan egy energetikai pályázat
programnak a megvalósítása révén teljes mértékben megújulhat az intézmény, hiszen további nyílászárólóra van, cserére van szükség. A teljes gépészet, a fűtés korszerűsítése nagyon-nagyon régóta várat magára az intézményben, ezért várjuk a felhívásokat, az energetikai pályázatot erre az intézményre szeretnénk benyújtani, és akkor, hogyha ez megvalósul és sikeresek leszünk benne, akkor erre az intézményre is bízom benne, hogy 20-30 éven keresztül nagyobb, komolyabb, több 10 millió fontos ráfordítást saját forrásból már nem kell eszközölni. És akkor ez az oka annak, hogy valamit beterveztünk, vagy sem, hiszen így kalkulálunk és így tervezünk ezekkel az intézményeknél. Egy város polgára számára van egy-két dolog, amitől a komfortérzete nő. Ilyen, hogy tisztel a város, és például ilyen, hogy kellő mennyiségű rendezvény van-e. Hát ezek a jó kérdések, így veszélyhelyzet kellős közepén, bár már nagyon bízom minnyáján a legalább a részleges nyitásban. A civil életünk az nagyon sokszínű és nagyon gazdag. És épp ezért fájó, hogy ráadásul tavaly olyan pályázati sikerekben volt részünk közösen, hiszen az önkormányzat nyert meg egy olyan pályázatot, amit tovább pályázhattak a civil szervezeteink, hogy még rengeteg forrás is rendelkezésre áll arra, hogy a város lakosai ennek a komfortérzetének, meg egyáltalán a programok szervezése érdekében nagyon sok gazdag színes programmal gazdagítsuk a város életét. És hát ezt a veszélyhelyzet miatt most nem lehet megtenni. Úgyhogy nagyon várjuk, hogy ezek beindulhassanak. Egyébként tavaly is, és idén is folyamatosan úgy tervezünk a rendezvény naptárt, és úgy állítottuk össze, január első napjától, vagy akár mondhatom az év utolsó napjától, tavaly év utolsó napjától a szokásos szilveszteri malackergető futástól kezdve egész az év végéig, hogy mindig mindenre készülünk, és amikor látjuk, hogy meg lehet valósítani, akkor ugrásra készen állunk. Amikor meg sajnos még mindig nem engedi ez a helyzet, akkor pedig tudomásul vesszük, hogy ezt el kell egy kicsit napolni még. De nem forráshiány lesz az oka, hogyha valami nem... Egészen biztos, hogy nem. Jó. Polgármester szóval, hogyha össze akarná foglalni, hogy milyen költségvetése van Bonyhádvárosnak, akkor mik azok a stabilitások, amiket mond? Vagy a stabilitása a legfontosabb, amit erre mond? Hát gyakorlatilag igen, ez a lényeg, hogy egy jól átgondolt, olyan büdzsét terveztünk, amely megengedő az intézményekkel, nem szigorú. Valamikor volt egy fogalom, hosszú éveken keresztül hallottuk a fűnyíró elvet, amikor mindig mindenkitől egységesen el kellett vonni. Hál' Istennek hosszú évek óta erre már nincsen szükség, idén sem lesz járványhelyzet ide vagy oda, iparüzési adóbevétel változás ide vagy oda. Az intézményeinkben ugyanúgy folytathatott a munka, soha nem volt gond, és nem is lesz idén sem, hogy olyan fejlesztések és programok megvalósulhassanak, ami forráshely miatt maradna el a városba, erre idén sem lesz szükség. Köszönöm szépen, hogy eljött és ezt elmondta. Jó munkát kívánok Bonyhád városának. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.